Jó estét kívánok! Gáspár Tibor, a Bóta Café vendége. Sokan ismerik, bár tulajdonképpen igazából 46 éves volt, amikor egy országos hírű filmbe bekerült, mert hogy rengeteget volt vidéken, Miskolcon, Békés Csabán, most is Békés Csabán él, meg újra Miskolcon van, egy jó ideje, de ugye volt Janis Attila másképp című filmje. Másnap. Másnap, bocsánat, bocsánat, Másnap című filmje rögtön az elején. Bakizom, nem baj. Amire rögtön kapott két fontos díjat is, és akkor elkezdett beindulni a szekér, először módon a színház, aztán utána megint jöttek akár a film főszerepek, vagy sok kisebb is ugye Gáspár Sándornak a tesója, Janis Satila nem is tudta, hogy van egy kis öccse, tök véletlenül látott meg azt elmeséled, mert az olyan oltári történet, hogy nem igaz, hogy szólnak, a játszottál Igen, akkor éppen. Igen. Szép jó napot, estét kívánok mindenkinek, ez így Én a próbáltam a Miller pillantása Hidró című darabjában Edi Carbonét, rendezésében, és egy ilyen az akkor még létező ATV színházi látcső című műsorából jöttek le, és ott a főpróba után szétesve, izzadtan, csatakosan valami csacskaságot mondtam, ott beszéltem, és akkor ezt később tudta meg a Jani, és Attila megkérdezte, hogy ki ez, mert ők nézték a tévében. A feleségét megkérdezte, hát azt mondja, ez a Csámpinak az öccse. A Csámpi ugye, aki nem tudná a, a, a be a, sándor. Igen, és hát van öccse? Igen, van. Mi ez? Ez is ez? Jó, akkor holnap megyünk Szolnokra. Így kezdődött. De mondott el... valamit a is, hogy mit tetszett meg benned? Hát nem. Tehát mi volt a, a milyen ilyen élvény, hogy ezért, ezért rögtön filmre? Azért, fülfül, mert ugye, me hogy... megugrott már másnap, hát, hogy a... megnézze ezt a fickót. Hát igen, akkor készült ugye a másnapi című filmre, és hát kellett volna neki egy-egy főszereplő, de hát ugye sok mindenkit kipróbált, végigpróbált, és jó, 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 de olyasmi, ami, ami friss arc, ami amit még nem ismerünk annyira. Tehát e, aztán később, amikor már megvolt minden, ezt tudom, hogy mire gondolsz te, amikor az Enyedi Ildikó odajött hozzám a filmbemutatón, és simogatott, mint egy kis jószágot, hogy milyen jó, hogy maga van, nézzük, nézzük, hogy ki ez a magyar színész, középkorú férfi színész. Magyarul gondolkodik, magyarul beszél, és még jó is, hogy ki ez, olyan ismerős, de nem az, majd aztán kiderült, hogy valóban nem az, hanem annak a testvére. Tehát így alakult, és így kezdődött az Ez téged egyébként nem bántott halálra, hogy azt se tudják, hogy a világon vagy, miközben már eljátszottál fontos főszerepeket, csak nem éppen budapesti színházakban. Soha életemben ilyen problémám nekem nem volt. Természetesen láttam a bátyám csodálatos szárnyalását, hogy mennyit forgatott színházban, fontos színházakban játszott. Semmi bajom ezzel nekem nem volt soha. É, igazából nem is fogtam föl, hogy mi az, hogy forgatni, hogy egy színész, filmszínész is lehet. Nagyon pici, apró, egy-két napokat, ha forgattam életembe odáig, amíg ezt meg nem kaptam. És én bennem nem volt ilyen, hogy féltékenység. Nem, nem. De, meg de nem is. esett rosszul, amikor... Ugye az a történet, hogy abban az évben, amikor te végeztél... Ha jól emlékszem, Huszti Péter Kerényi Imre osztály, Úgy van. de akkor volt még másik két párhozamos színész osztály, tehát összesen három. de hogy a tiéd meg másik kettő, most ez nem volt Baki, nem, nem összesen volt Baki. három, igen, igen. Az összesen négy, mert filmes és operet osztály volt, és a Simon Zsuzsa osztály. Bocsánat. És még a tietek. 52-en. 52-en 52 végeztetek. Év Na hát, tehát, hogy az rengeteg. Igen. És akkor ezért, valószínűleg ezért kerültél te, te vidékre, nem? De igen, Miskolcra kerültem. Kerény Imrét megkérdeztük Igéú Évával, hogy hívtak minket Pécsre, Győrbe, hívtak ugye Miskolcra, Csiszár Imre, aki előtte egy évvel vitte el a fél társulatot Szolnokról, ahol igazgató volt kerényébre, és megkérdeztük, hogy hát most hívnak Miskolcra, Győrbe, Pécsre, hova menjünk, és akkor megkérdezte kerény, hogy na most mit akartok, színészek akartok lenni, vagy jól működni a pályán? hát színészek akarunk lenni. Mondtuk az Évával, akkor menjenek Miskolcra. Pedig ugye ők nem voltak nagy, nagy barátságban egymással, de nem, még én is... nem tudtam, de... miért nem? Hát mert ugye elvitte a fél társulatát szólnokról Miskolcra, csak előtte egy évvel. De hát ez már színház történelem. Ez 78-79, tehát ilyen, ilyen régen vagyunk. 80-ban végeztem, és így kerültem Miskolcra. De egyébként, hát Miskolcra egy páran, akkor már elkezdtünk figyelni. Mert hogy a Csiszár Imre csinált egy érdekes színházat, nem az egész volt érdekes, mert tudom, hogy volt olyan, hogy ott eleltünk ottan Miskolc és akkor betévettem a mondjuk a három a kislányra, és azt mondtam, hogy hát te úristen, tehát az olyan volt, mintha 50 évvel ezelőtti valami múzeumi akármire mentem meg. Tehát a Csiszár a saját színészeivel meg, meg egy-két rendezővel ugye tudott Szőke István neked. Hát Majortamány. Major Igen, ümm. hogy, hogy megcsinálta a maga részét, aztán utána volt ott sok minden. Azt hát hiszem. népszínház, egy vidéki színház mindig népszínház. Hát nyilvánvalóan ugye, nem volt saját zenekara, nem volt ö, énekkara, tehát azért, azért az egy nehéz dolog kiállítani egy olyan dolgot, de szerintem odafigyeltő mindenre csak annyira futotta az akkori társulat részéről a, lehetőségek annyit adtak neki. Mert én szerint úgy láttam, hogy a leg, még a mese előadásokra is odafigyelt. Aha. Na, hát neked egyébként te azt mondod, hogy tulajdonképpen a szinte minden Miskolcról származik, miközben előttem meg elmondott, hogy szinte minden szentesről származik, mert hogy ugye abba a bizonyos híres hát, színész drámai osztályba jártál, ami Bácskai Mihály volt az iskolai igazgató, amitől mindenki elolvadt. Igen. A, akitől mindenki Igen, elolvatt. akkor még nem volt ez a drámai tagozat, nem? amikor én végeztem Sanyival, csak két évre rá, de valóban de Bácskai, Bácskai Mihály volt. Diák színpadának oszlopos tagjai voltunk, akkor előtte két évvel, mielőtt megkapta volna ezt a tagozatot a Szentesző Horvátiai Gimnázium, és a Várkonyival együtt ezt megcsinálták. Várkonyi de akkor... Zoltán kezdte. Igen, ezt igen Várkonyi ezt. Zoltánnal együtt. De akkor mi már főiskolások voltunk Sanyival. Tehát utána az alföldiék jöttek, és ők, ők voltak az az elsők között, akik... De a Misi bácsi állítólag, hát talán te is meséltél, hogy fütyörészve ment a folyosón, és nem hát, Tehát egy nagyon jó figura volt. Igen, igen, igen. Ő, ő így csinált nekem a folyosón, hogy gyere. Ugye Sanyi már diák volt. Én még másodikos koromban nem voltam az, és akkor hogy gyere, nincs kedved eljön velünk nyáron a diák színpadra, a Visegrádra, nézd meg, hogy mi ez, hogy van-e kedved hozzá. és sportoltam, kézilabdáztam. És akkor aztán én is elmentem velük Visegrádra, és aztán ott ragadtam, és harmadik, negyedikben már én is diák színpados voltam, és hát átvettem a bátyám szerepeit, akit közben fölvettek a színművészetire, elvittek katonának. És akkor utána volt saját szerepés, és akkor engem is felvettek, engem is elvittek katonának, ugyanoda, abba a laktanyába. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a bölcsödétől egészen a diploma osztóig mindent ugyanazt jártam végig, csak egy évvel később, mint a testvérem. De beszélsz állandóan ilyen kamaszkorral, az miből állt? Hát azért ugye két fiú korban közel egymáshoz, bár ő, ő, ő hamarabb serdült, mint én, nagyon sokszor megvert, mint a lovat. Nyilván okkal... ő téged? Hát persze, persze. Az én, a Tehát bosszom... bátyokkal az öcsikért. Igen, igen, igen. De miért vett meg? Hát mert nyilván okot adtam rá. Elmondok Mi egy volt példát. Azok? Például, ugye ő gimnazista lett, én meg nyolcadikos lettem, és járt hozzánk a fodrász minden két hétben, és tudtam, hogy ha én kopaszra levágatom a hajamat, akkor őt is kopaszra fogják bizony A haját. Azért, mert nálunk ez volt, hogy akkor-akkor hogy az akkor úgy legyen egyforma. Apám az egy ilyen, ilyen szempontból elég konzervatív Egyforma a cuccokba is öltött? Azt a nem, azt nem. nem. Nem, csak én azt tudtam, hogy hogy ennek ez az ódium. Ha én levágom, akkor neki is vágják le. Apám ezt fogja mondani. És hát ő ugye így ment a gimnáziumba, hogy nagyon rövid hajjal. Pedig akkor a hosszú haj volt már a divat. De most ez csak egy apró lég, mert... So, apróság, és akkor ezért megvert? Hát mondhatom, hogy igen. Aztán ugye később, amikor már én katona lettem, és akkor otthon voltunk, ő már főiskolás volt, és akkor ott az udvaron volt valami, és hozzávágtam egy hordót, akkor akkor a helyére kerültek a dolgok. Tehát is. De mi az, hogy az udvaron volt valami? Hát valami vita, vagy mi. És akkor én tanuljalítattam, hogy most már nem az van, vége annak a világnak. Hogy most már nem verhet meg, mert igen, levágott igen. hozzá a hordót. Igen. De arra ő nem vágta vissza. Vagy nem, 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 nem. Hát nagyon szerettük egymást, tehát ilyen, ilyen gond nem volt. Tehát kiálltunk egymásért minden. Állítólag mint a mai napig? Igen. Igen. Jártok egymás premierjére, ha éppen nem jártak. Hát játszhatom. sajnos most, most, nagyon megritkult a pandémia alatt, de bátyám nagyon sok előadást látott Miskolcon, meg persze Békés Csabán, meg Nyíregyházán korábban, meg amerre jártam, Szolnokon, Szegeden, Veszprémben. Én meg ugye őt az Új Színházba, a Katonába, a Vixszínházba vagy Fehérváron. Tehát azért jövünk, nézzük egymást, amennyire felik az időből. Na, akkor vissza oda ö színművészetire kapásból fölvettek, tudom, hogy jelentkeztél tanárképzőbe is, de a színművészetire hamarabb vettek föl, akkor oda, oda, oda mentél. De ott is beszélsz egy vadkorszakról, hogy, hogy a vad csikót, Hát tulajdonképpen szelid musztángá ke kellett nevelni, és ez csak olyan második környékén következett. Igen, igen, tulajdonképpen ez így van, az én drága jó derzsi barátommal innen kiválok neki jó egészséget. Egy osztályba jártunk, és hát valóban mi ott a sarokban, mi voltunk ott a fene gyerekek, ha szabad ilyet mondani. Ez miből állt? Hát abból át, hogy késtünk reggeli 7 órás baletórára késve mentünk, akkor már be se engedtek, igazolatlan tehát ilyen, ilyen, ilyen fegyelmi dolgaink voltak. Nagyon megéltünk abból, amit a diák színpadon az ember felszabadultan összeszedett, tehát ebben eb eb a szakmai részével nem volt gond. És akkor történt egy olyan, hogy második év vége felé kimentünk az akkori még Leningrádba egy ilyen csereakcióban, két hétre a színművészeti, ottani színművészeti főiskolára, és ott én rádöbbentem arra, hogy én semmit nem tudok, az, ahhoz képest, amit ott láttam, hogy mire van nekem ilyen nagy pofám, ha szabad ilyen csúnyán mondani. És, és akkor onnan hazajöttünk, és, és én elkezdtem komolyan venni magamat is, meg az, amivel foglalkozom azt is. És ö, utána a harmadik, negyedikben egészen más volt. Közben a Derzsiani, ugye nem tudta habba adni őt. Őt kitették a főiskoláról, de két év múlva visszavették, mert azért egy ilyen tehetséget nem lehet hagyni, hogy csak úgy elkallódjon. És akkor így, 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 alakult ki az én harmadik, negyedik osztályos mi voltam a főiskolán, ami már egészen más volt, mint az első kettő. Mert hogy te azt képzelted, hogy ez a színészet, ez nagyon jó buli, hát... mert hogy akkor szép nők, meg sok pénz, meg ismertség, és szóval hogy ennyi, ennyiből állt. Igen. De, hogy úgy mentél egyébként, hogy, <laughs> hogy élő színházi előadást azon túl, ami a Szentesi oskolában volt, te nem láttál. Ez így van, tehát én nem láttam színpadon élő színészt. Siófokon nyáron lehet, lehet, hogy láttam az Express zenekarral, hogy énekelt a Vojt Ági és a Bodrogi Gyula a jamaikai trombitást, még voltam 12 éves, de ezen kívül, tehát prózai előadást nem láttam. És hát így, kerültem a főiskolára valóban. Egy nagyon szerethető pimasz gyerek, tehát jófajta pimasság, diákos, csintevős, szabad, nagyon szabad gyerekek voltunk. Miska nagy erénye, hogy ő ki tudta ezt a fiatalokból hozni, hagyta őket, hogy hogy ők, ők, ők szervezzék meg magukat, hogy meg, meg tudják magukat mutatni. Én egyszer jártam ott éppen azért, hogy egy ilyen életút interjút csináljak, bácsival, és hát zsizeget a folyosó. Tehát, hogy érezhető volt, hogy nem volt az a húderend, nem volt az a poroszos szemlélet, ami mind a mai napig sajnos az iskolák jó részében benne van. Tehát, hogy tényleg. Hát ezt egy folyosón, mint ahogy egy, egy büfében is megérzi az ember, hogy milyen a színház légköre pillanatokon belül. Tehát látszott, hogy itt, itt sok rakoncátlan kölyök van, és ilyen igazi kis egyéniségek, és nem nagyon fogják vissza magukat. Igen, és hát ebből a környezetből kerültünk be a főiskolára, ugye aztán még többen később, ugye nagyon sokan a erre a pályára, meg, meg művészettel foglalkozó, főbűvészettel foglalkozók, sokan írók lettek onnan abból a tagozatos gimnáziumból, énekesek, zenészek, műsorvezetők. Tehát nagyon sokan kikerültek onnan, nagyon sok képességes ember volt, és nem az volt a döntő, hogy mindenkiből színésznek kell lenni. Egyáltalán nem. Színházat, művészetet szerető, értő embereket neveltek ott, és akiben még volt ambíció, elhivatottság, az megpróbálta. És egyáltalán nem biztos, hogy több képességetek volt, mint általában egy iskolában, csak itt kihozták belőle. Igen, igen, szerintem ez is hozzájárult, Mind mindenképpen kellett hozzá Miskabácsi, az a közeg, ami be igen, is egyébként legendás. Igen, igen, hát Erzsinéni, Isten nyugosztalja, nem régen hunyt el. Igen, ő, ő engem nem tanított, de hát sokat voltunk náluk, hogy hát a közös focik után ugye náluk vacsora, beszélgetés. A közös persze. focik után náluk vacsora? Vol, sokszor, sokszor volt és ott beszélgetések, sörözgetések is akár. De Miska is focizott hogy ne, hogy egyszer, nem egyszer, sajnos sikerült fel is rúgnom őt véletlenül, nem szándékosan, nagyon, de nem haragudott, csak fölállt, és hazament, és ott a salakos, véres, csatakos térdel, könyökkel. Nagyon szégyeltem magam, és hát nem vagyok rá büszke, de, de ez így volt. Soha nem haragudott rám ezért. Tehát látta, hogy, hogy nem szándékos volt, hanem egy ilyen ügyetlen nem odafigyelés a részemről. Na, kikerültél a főskoláról, és akkor ott kemény meló volt Miskolcon is, nem? Ott azt mondtad, hogy egy csiszár az megtanított téged gondolkozni. Igen. A Szőke István pedig, hát azt, hogy hozd ki magadból, ami benned Fölszabadított, igen, 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 még jobban talán. Igen, ezért fontos egy fiatal színésznek, hogy mindenfélét játszon, és erre a vidék a legalkalmasabb. És hát én nagyon-nagyon sokat kaptam, abban az értelemben, hogy faragtak. De úgy faragtak, hogy, hogy apró fává, gyufaszállá. Ezt de, másnap, de másnapra mindig egy kis zöld hajtás kijött belőlem, és ezt imádtam. De ez miből állt? Olyan dolog, hogy a beszéd hadartam, nem tudtam fogalmazni. Azt tudom, hogy a major Tamás Tehát, rád szólt, hogy, igen, hogy igen. nagyszerű, amit csinálsz, de egy szót nem értek belőle. Igen, igen. Hát ő volt a legjobb beszédtanárom, most nem nevezném meg a Istanyugosztályi Főiskolán, ki volt a beszédtanárom, de ő, a major nézte, a, hogy ő jelentett Glosztert vitte, mint szegény Tamás a Do Dover sziklái felé. A a major major lér lér Tibor, Tibor nagyszerű. Rámek, egy kukkot se értek belőle. És akkor ő azt mondta, hogy Tibor, maga saját magának bármit megengedhet de a szerepének nem engedheti meg, hogy ne értsük. Ez volt a legjobb beszédtanári mondat, amit életemben hallottam, és tanács. És hát azóta is nagyon vigyázok arra, ha halkan beszélek is, hogy még a kakason is értsék. Tehát nem is csak az, hogy az ember ne hadarjon, hanem még arra is hogy, hogy hitelesen a színpadon egy halk dolgot úgy adjon elő, hogy még azt a kakason is értsen. De akkor, ö, akkor mit csináltál? Tehát a major ezt mondta, és utána hazamentél, és elővette egy beszédkönyvet. Ne elkezdtél rágodni, és gyakorlatokat se, vagy mit csináltál? Nem, épp az, hogy nem, mert hiszen nem azon múlott, ezt fejben kellett helyre tennem. Fejben te azt, hogy, hogy bármit megengedhetek magamnak, csak a szerepemnek nem hogy azt ne értsék. Mert ha valamit nem értenek, az nincs is, Hosszú másodpercekre, percekre kiesik a néző, mert ott valamit nem értett, mire újra fölcsatlakozik. És ez hiba. Ilyet nem szabad csinálni, ez szakmai kérdés. És a major erre mondta azt, hogy a szerepének nem engedheti meg, hogy ne értsük és ebben tökéletesen igaza volt, és hát remélem, hogy azóta is ez, ez benne van a fejemben. Egyébként a Szőke Istvánnál rengeteget kellett kiabálni, arról híres volt, hogy mindig azt is időnként, a, a minden színész elkezd kajabálni, azt is időnként nehéz érteni, és a Szőke erről nagyon híres volt. Igen, igen, igazából nekem volt szerencsém, sokat dolgoztam vele, aztán még Békés Csabán is, Egerben is, és én, én nagyon sokat kaptam tőle arra nézvést, hogy tehát ő felszabadított engem, hagyta, hogy én belőlem kijöjjenek a halk hangok is akár. Ugye szépernő májusát csináltam vele az öngyilkost, Egerben, ahol, ahol, egy, megint egy új, ez Eger, Miskolc után közvetlen volt, tehát kilenc éve voltam akkor színész, egy, egy, egy új ö, nagy kapu nyílt ki nekem a szakmára nézvést a színházban, és ezt szőkének köszönhettem. Ö, olyan dolgokat vettem magamon észre, és úgy engedtem el, hosszú percekig élveztem az, a színészetet magát, a jó értelemben vett színészetet, nem az önös színészetet, és birtokoltam a dolgot, és hát egy csodálatos élmény volt. A román jutkával járt Tudod, hogy életem első Ekte színház kritikáját én Szőke István rendezéséről, mindenkit megnyúzunk, amiben te is benne voltál, Igen. Ú, írtam a színház című folyóiratba, és hát az egy nagy dili volt. Tehát Igen. az egy téboly, az egy abszurd a köbön. aztán szabadon ereszthettétek magatokat, miközben hát az egésznek volt egy nagyon pontos koreográfiája, Igen. nem? Hát Boris Vian őrületét, ugye ezt a, ezt a patafizikus világot, ugye ők, ők ott a barátaival szórakoztak, játszadoztak szavakkal, mindennel, és hát ugye kijött belőle ez, a, ez az őrületes front ide, front oda, orosz, német, angol, mindenféle náció ott kavarodott, ott ennek a lócsiszárnak a, 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 a lónyúzó szakműhelyében. És hát ugye azt hiszem, én, én ott amerikai ejtőernyőst játszottam. Aha, igen, 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 a márági igen. volt, egy orosz katonatiszt, ugye két nagy vörös csillaggal, kunakarcsi, akkor ugye, mm. tehát ott azért abban az volt a gyönyörű, hogy megint csak a szentesi diákszínjátszó éveimre tudok visszagondolni, hogy az, az jött elő. Szabadon lehetett bármit csinálni, és a szőke gyönyörűen kertészkedett benne. Tehát ő, ő, sőt, még inspirált is minket, hogy legyünk nagyon bátrak és nagyon szélsőségesek, és ő ezt ő, ő terelgette, úgy kertészkedett, és úgy nyeste, vágta, öntözgette, hogy az az előadás lett belőle, amit láttál. Szerintem szenzációs. Szerintem is. Akkorig egészen a... nagyszerű volt. Jól esett, hogy nem kellett lecseszem. <laughs> Na figyelj, aztán előbb-utóbb te ott nagyon sokat voltál vagy nyolc évig Miskolcon. Mert aztán voltak olyan időszakai, amikor egy-egy éveket voltál valahol, de nyolc évig voltál. Ö, attól lett annak vége, hogy a Csiszár eljött onnan? Vagy valami más, valami más is rémlik nekem, hogy volt valami balhé, nem? 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 Ne, akkor az összekeverlek ne, valakivel. Nem, az később volt, az, és az később. volt, igen. Na, akkor érsz nekem még egy balhéva. Ja, 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 Istenem. Igen, Imre jelentette, hogy ő már nem, valószínű, majd, ha kap egy lehetőséget, akkor majd riadót fog fújni. Hát úgy is tett egy évvel később. Amikor és a nemzeti Amikor a nemzeti megkapta, és addig mi Egerben voltunk, egy évig Egerbe szerződtünk. És utána ugye a Biskoci Színház Eger és a Nemzeti Színház a rendszerváltás kellős közepén. És akkor ugye az Imrét leváltották, és akkor. Azt tudható, hogy miért. Tehát, hogy azért őt őt talán éppen hát. Ö, ö... Majdnem, hogy egy időben szinte azt lehet mondani, hogy őt preferálták, nem? Hát azért is tették oda a nemzeti igazgatójának. Szóval mitől volt ennek rögtön, tán két évet volt, vagy nem is? Hát két nem, nem, nem volt, nem, 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 volt egy, egészen nem két Másfél, kicsit több, mint másfél évet. Szóval miért volt a, ilyen sürgősöt leváltani? Én konkrétumot nem tudok, de azért a szóbeszéd és hát a körülmények azért arra utaltak, hogy igencsak politikai döntés volt emögött. És csak annyit tudtunk, hogy például az Imre mindenképpen be akart kerülni a miniszteréhez, az akkori Kulturális miniszterhez, aki nem fogadta a Nemzeti Színház igazgatóját, mert hogy az ő kinevezésével nem értettek egyet utána a rendszerváltás akkori hatalma, és hát őt menesztették. De mondok semmi konkrétumokat nem tudunk erről. Én is ott voltam. Mikor leváltották az egy szörnyű, szörnyű nap volt, és hát akkor én... Mert is akkor, is, akkor mi ezt hirtel jelentették, mert Persze, akkor nagyon kiborultatok? Igen, hát azért, ne, azért kilenc év vidék után fölkerül az ember a Nemzeti Színházba, ott van egy éve, elkezdte a másik évet, és akkor minden szépen kezdett volna alakulni, és akkor ö, bejelentették, hogy itt az új igazgató. <kül> és akkor még úgy is kellett kimenni, hogy kezet kellett vele fogni, mert másképp nem lehetett kimenni, tehát nagyon nehéz volt, is aztán én be is jelentettem, hogy nem maradok, és akkor kerültem csak. Pedig úgy tudom, hogy maradhattál volna. Én hát... maradhattam volna, mert Sikferi bácsival dolgoztam. És ő volt nagyon, ugye a főrendező. Igen, nagyon szeretett engem, és Gyulán dolgoztam a két év között amit a Nemzetibe töltöttem nyarát, Gyulán töltöttük együtt, hát ő, ő engem kedvelt, meg régről is ismert, és hát nem értette, de hát aztán megértette végül és az ember. Ő, hogy mondjam, hogyha nem lehet ezt szó nélkül hagyni, hogy az embernek a mesterével történik egy, egy rossz dolog, akkor, akkor, akkor én ott nem tudok ott maradni. És így kerültem békés Csabára, egyébként életem legjobb döntése volt. Igen, miközben, hát ugye Békés Csabát, hát azt te is tudod, sokan hívták színésztemetőnek. És te magad is panaszkodsz több helyen arra, hogy, hogy hát sok mindent nem láttak abból, amit, hát az úgymond szakma abból, Igen. amit, amit ti ott alkottatok, és hogy, hogy, hogy legalább rosszat írtak volna, mert az rólad az is több, mint igen, a semmi. Igen, ez nagyon érdekes, hogy amikor kiderült, hogy csak oda tudok már szerződni, mert nem volt máshol hely, akkor született a lányom, tehát mindenképpen fix állást akartam. Hát már, hogy későn derült ki, meg, Igen, igen, ez átment. Április, igen, történt, és akkor már túl voltak a tettések. És, és hát a sírtam. És akkor hát szó nem szerint csak kard, sírtál? Szó hát szerint tényleg sírtam. Sírtál. Bátyám is, hogy megyünk, jövünk, és tényleg jöttek és néztek, és ott voltak nagyon sokáig, tényleg évekig, amíg aztán. Végül is nekem is elindult a filmmel a, 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 az a másik fajta színházi karrierem, ami, ami korábban nem volt. De a, a Békés Csabai ott lét, az, az, az nagyon sokat kaptam tőle. Ott kezdtem el fiatalokkal foglalkozni. Isten nyug, nyugosztalja, Konfer László igazgató úr. Nemrég halt meg sajnos. Amikor visszaszerződtem Zalaegerszegről, mert egy évig voltam Zalaegerszegen, amikor őt kinevezték, akkor ő visszahívott. És de várjál, miért mentél el rögtön Békés Csabáról? Egy, egy év után ott is igazgatóváltás következett be, és ott egy, egy olyan vezetés jött, ami, 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 ami nekem nem tetszett, és a Vars Zoltán Iván rendezővel ö, dolgoztam akkor éppen, és megkérdezte, hogy akarsz itt maradni? Mondta, de, hogy akarok. Másnap négy helyre hívtak az országból, hogy van-e kedvem menni, és akkor így kerültem Zalaegerszegre, az is nagyszerű volt. Ott találkoztam a Verebes Pistával, nagyon, 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 jó találkozásaim voltak. Kőszegen. Kőszeg volt benne, 15, 15, év. Ott találkoztam a Jordán Tamással, tehát minden mindennel összefügg. És, és utána, tehát a Laci ő visszahívott, és akkor az évadnyitó után, hogy gyere, légy szíves velem. És mentünk egy terem felé, és kinyitotta az ajtót, és ott bennültek gyönyörű fiatal emberek 15-en, köztük Nagy Zsolt, Szabó Zola, akiből aztán később színész is lett, hogy ez itt a te osztályod. Hát köpni-nyelni nem tudtam, hogy mondtam egy kis türen, hogy csókolom, jó, jó napot kívánok, becsüktem az attól, hát, Laci, hogy? Hát nem értek hozzá, soha azért nem csináltam. Nyugi, rengeteget fogsz tanulni belőle. Igaza volt, hát teljesen ösztönösen, nagy szeretettel és borzasztó nagy elámnal foglalkoztam velük, hogy hogy, hogy hogy beindítsam őket, mert... Ugye nem... ez egy színészképző stúdió igen, volt. Igen, igen, ez Később igen. aztán, vagy nem tudom, hogy előbb, ott aztán színházi szakmára, szakmákra is Az képeztek. már jóval később, később. a Fekete Péter Itt... találta ki, Aha. hogy ott sugókat képeztek, világosítókat, hangosítókat, ügyelőket, asszisztenseket. Hát Kadelka László ugye Igen, ír, a Nemzeti Igen. Íres főügyelője volt, és Békés mond, Most le, most van a búcsúja, a Revisor című úgy van, darabot rend, rendezi ügyeli ügyel, ügyel. utoljára. Nagyon készülök rá, mert én Miskolcon éppen játszom ezt a darabot, és nagyon készülök rá, hogy Békés Csabám megnézzem. Jó, megnézzem őket. Na, helyes. Na, igen, és akkor tanítottál. Igen. És tulajdonképpen így kezdtél rendezni is. Hát igen, mert, csináltam, mert egy, neki csináltam egy ilyen kis vizsgát, ahol a Nagy Zsolt is benne volt, meg a Szabó Zola, és akkor ez a Goldoni hétúl szolgálja volt. És hát olyan, olyan sikere volt, szerették ők is, meg a diákság, aki ott volt, meg a közönség, hogy a Laci azt mondta, hogy csináld meg nagy színpadon is a kollégákkal. Hát így, így kezdődött az én rendezői, de én ezt nem is nevezném rendezőnek, én inkább játékmester vagyok, mint rendező. Én bennem azért megvan az a fék, hogy pontosan tudom én azt, hogy micsoda felelősség a rendezés, milyen felkészültséget kíván, és én azokkal nem bírok feltétlenül mindegyikkel. És így... Mivel így nem? Hát, hogy mondjam, ö, ö, nem vagyok például olyan művelt, nem vagyok, nincs bennem annyi filozófia. Talán. Mert az is kell hozzá. Ü, emberekkel való bánásmód. Én például hát ü, ezekkel a gyerekekkel még birkoztam is a Nagy Zsolttal. Tehát ü, minden eszköz. Dehogy? Hát, játék vagy persze, játékból. A nem, nem baléból. Nem, nem, játék? Játékból, játékból mikor fölvették a színművészetére őket, hát csodálatos volt. Ugye két évig jártak hozzám, és akkor egyszerre vették föl őket Kerényi osztályba, Hegedűs Géza Kerényi osztályba. És aztán Géza később rá is jött, hogy ez a két békés csavai gyerek, ez onnan jött De szerette őket nagyon, mert csibészek voltak. Hát így, így, és akkor valóban nagyon sokat tanultam belőle, de én aztán mondom, rájöttem, hogy rendeztem, nagyon, nagyon, szerettem a Csendesek a hajnalokat. Nagyon szerettem a Zenekar című Bachmann darabot. <kül> Tehát az is a Békés Csabai Színházról egy vidéki kis részfúvós zenekar, egy amatőr csoport, és akkor jön valaki, és megrázza az üstökénél, és akkor megszólal a zene, és szét is esik, mert ki ezért, ki azért nem bírja már vállalni ezt a, ezt a dolgot, és hát egy kicsit azért analóg helyzetet láttam saját magammal, ezt játszottuk is a Merlinbe vendég előadáson, és a Jordán megkérdezte, hogy de hogy éltek ti ott Békés Csabán? Mondom, láttam az előadást? láttam. úgy. Mi akkor Értem, most már minden. De mi volt az analóg a te helyzet? Hát az, hogy tulajdonképpen én is úgy oda kerültem, és egy kicsit üstökénél ragadtam meg a kollégákat, a társulatot, és ráztam riadót, jó reggelt, tehát a munkára nézvést egy kicsit. Tehát nem is voltam mindig ettől népszerű, de engem ez nem érdekelt. Tehát nagyon elszántam, és nagyon keményen dolgoztam. Na, aztán egyszerre csak jött a Másnap című film, Ö, és azt tudom, hogy hát nyilván, hát soha nem forgattál ilyet nagyot, hogy az elején nagyon be voltál majd részben, pedig együtt jártátok végig Janis Attilával, meg az operatőle tőle a helyszíneket. Igen, Medvigy hát, Gáborral. Igen, a... együtt helyszíneltünk, vertük le a karókat, hogy majd fél év múlva itt áll a kamera is, itt és te majd ott jössz a biciklivel. Hát igen, mert korban nagyon kezel voltunk egymáshoz, is nagyon is összebarátkoztunk, és akkor... Ö, ö, a kiderült később a Medvig Gábor nekem bevallotta, hogy hát ő nem nagyon akart engem, és nagyon félt. Mert? Hát, hogy, hogy milyen, mi lesz. És akkor már két napot forgattunk, biciklivel a tájba, az a biciklit, fölnézel a napra, és akkor Nagy Marival találkoztam, volt egy jelenetem. És az első megszorolás, és jó sikerült, mert a medvigy utána ilyen boldogan így csinált, hogy egy nagy kő esett le a szívéről, és hát a nagy marinak nagyon sokat köszönhetek, sokat tanultam tőle. A türelme, a szeretete, az, hogy, hogy hogy tudta az embert erősíteni, hogy milyen remek, amit csinálsz. Szóval kellett hozzá sok minden, hogy az ember elhiggye, hogy hogy ő önmaga az, amire gondol, és az, amit képvisel éppen a kamerába, nem kell külön eljátszani. A medvigy azt mondta nekem, hogy Tibi, Látom, hogy érzed a kamerát, mint a színházban a negyedik oldalt. Ne, velesd el! Hidd el, hogy én a kamerával oda fogok menni, ahol az a legjobb lesz. És akkor mondom, hát hogyha ekkora bizalom van felém, akkor bennem még nincs bizalom felé, és lett, és nem én, onnantól kezdve nem foglalkoztam a kamerával. És hát ez nyilván előnyére vált a dolognak, mert kiment az a fajtaság, hogy oda kell játszani. Hát sőt, neked van egy olyan Hát elméletet, hogy filmen olyan nagyon nem is kell játszani. Hát, ez nem az én Err, elméletem, nem én találtam <hűr> föl a spanyol viaszkot. Igen, de hát az a cél, mindig az a cél, hogy az ember a legtermészetesebb legyen. De természetesen ez a természetesség nem azonos a vérnatúrával. Ugye az égi mása a művészet, csak hát nagyon közel kell lenni ahhoz, hogy, hogy egy szerepet, lásson a néző, ne csupán csak engem, de mégis annak nagyon személyesnek kell lenni, mert csak akkor hiteles. És sok olyan dolgot játszottam filmen, ami nem soha életemben nem történt meg velem. De az embernek a képzelő ereje, a fantáziája, az olvasmányai, azok mind segítik a tapasztalások, a beszélgetések, az élete folyamán, hogy olyan dolgokat is megtegyen, amit előtte soha hitelesen. Hát itt ugye a másnapban egy Igen, igen, igen. Ö akit szimpatikussá tettél, hát állítólag a és. is. Szóvá is a tette. A vágóasztalon jött rá, hogy ő nem gondolta, hogy ez a... Ez hogy ő a... szeretni fogja ezt az embert, igen. Én, én ezt ösztönösen éreztem, hogy létezhetetlen, hogy egy két óra hosszás filmből valakinek az arcát nézzük egy óra ötven percig, azzal a nézőnek tudni kell végig menni. Tehát, hogy érdekelje az az ember őt. Tehát, hogy... hogy és én nem voltam utálatos benne, hanem csak olyan... Olyan olyan, olyan olyan, szerintem igazából sajnos azt kell mondjam, hogy szerethető, és ezt tette ő szóvá, de már a forgatáson ezt nem vettem észre, mondta ő, hanem csak már a vágóasztalnál. De szerintem az jót tett a filmnek. Hát neked ugye úgy gondolod, hogy mindenkiben megvan tulajdonképpen a vadállat, ami Hogyne? bármikor előjöhet belőlünk. Szóval itt most van két ilyen kedélyesen beszélgető ember, de, de hogy bennünk van az, hogy majd majd most mindjárt késdöfünk egymásban. Hát igen, igen. Nyilván a, a, a munkában azért az nem úgy van. Minden, minden emberben benne van ez. Természetesen kinél jobban, kinél kevésbé működnek ezek a fékek. Ugye, az ember azért ember, hogy az ösztöneit azért a kutyaolba be tudja vinni, és ha rászólnak a kutyára, akkor az, az csak legfeljebb ben morog a kutyaolba, de nem jön elő, és nem harapja el a másik torkát. Igen, hát... De hogy nem, jön nem ez elő, van. hogy mégis hát elharapod ö... színészként a másik torkát? De van az a színész, akiről egyébként nem hiszem. Tehát a, a, jó, lehet, hogy ott a kés a kezébe, és úgy látom, hogy bele is döfi valakibe, de közben azt látom rajta, hogy hazamegy a vacsorához a húsleveshez, és éli a jó kis polgári életét, és nem hiszem el. Igen. Rólad hihető, hogy ölsz. <laughs> Most ezt nem tudom, dicséretnek vegyem el, vagy... Dicséretnek. <laughs> hát ez, ez egy, nem tudom, ez egy, egy adottság, egy valami, ami ez a vadság, ami esetleg van bennem, de hát én egy, én úgy szoktam mondani, hogy én egy olyan vagyok, mint egy falat kenyér egyébként, tehát én, 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 én az utcán is a fal mellett járok, tehát én nem vagyok... Tényleg? Köte... De miért a fal mellett? nem vagyok kötekedő egyáltalán. Miért jelsz a fal mellett? Hát azért, hogy, hogy ne, nehogy valakinek neki menjek, hogy azt higgye, hogy bele akarok kötni. Tehát nem vagyok egy ilyen kötekedő alkot egyáltalán. Most és nem az émel elsunyogok a fel melle, fal mellett, hanem csak azt, hogy úgy, úgy, úgy szépen És nyugodtan. ha fölismernek a fal mellett, gondolom Miskócson szinte mindenki fölismer, azt nem tudom, hogy Pesten mennyire. Ö, nem csak Pesten, Zalaegerszegen, Pécsen. Hát azért ne felejtsd a Kincsen színű film, a, a Béres film, az anyám és más futóbolondok a családban. Azért... Hát meg azért volt egy-két szappanopera. Igen, igen, hát a tévésorozatok, persze. Tehát a szomszédoktól beindulva a tanár igen, ég, nem. Hát nem én... mindegyikben a hú, de fő-fő szerep, nem, nem, de hát nem. akkor is rendszeresen ott volt az arcod a képernyőn. Igen, igen. Nem, valóban nem panaszkodom, az elmúlt 10-15 évben elég gyakran szerepeltem a televízióban. Igen, é, tehát az ország bármelyik pontján Nyíregyházától az elegeszerig előfordul, hogy a benzinkútnál jönnek és S művész úr. Hát művész úr, ugye maga, azt mondom, igen, igen. De például az, Ezt hogy... Nem hogy... cserélnek össze most már nem. Korábban volt olyan, volt olyan, hogy azt hitték, hogy hogy sanyi vagyok, de most már nem. Például olyanok vannak, ha én békés csabán otthon vagyok, és én a keftelésemnek, a hobbimnak ö ö ö örülök, és ö azt folytatom, azt a területet. Beölt, be, beöltözöm, overálba, és munkás, jacki, sapka, cipő, és akkor úgy járok elek, és akkor csak néznek, hogy hogy ez, ez valóban ő az? És mondom, ugye maga? Mert maga, egy van, igen. színész nem így néz Igen, igen. De mindig akkor aztán még hát hogy? Hát mondom. A... De várjál ezt az autoszerelés hobbit, ezt én nem értem. Tehát neki elsz az autó, a saját autódnak, és állandóan szereled? Vagy hát mit csinálsz? Tetsz... vagy bevállalod másokat nem, is? Nem, hát tehát a, családom... a, társulatból jönnek, és akkor szerelgeted az autót? Hanem... Nem, nem, én csak a saját autómat tudom szerelni, De meg a család. mi van annyi szerelni Hát valós. annyi mindent kell. Olajat kell cserélni, akkor Na jó, hát most az kireped bárki. egy vízcső, vagy, vagy a lelevegősödik a rendszer. Tehát ott, ott van egy... Ja, és nekem csak húsz év fölötti autóim vannak. Tehát én új autót én... hogy szerelhess. Igen, csak az apukámtól kaptam egy trabantot, meg a bátyám egyszerre. Ezzel Azzal a trabant állítólag Major Tamás sokat furik Azzal elég leföl, sokat voltam Budapest. Igen. Az az alatt a... alatt jókat Szent István domáltatom. Park és Miskolc között. Igen, I igen így van, igen. Tehát megvesz egy 20 év fölötti tragacsot, és elkezdett föltuningulni? Hát tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen így, így, így. És nagyon jó időtöltés, nagyon jó visszajönni belőle a szakmába, nagyon jó elhagyni ezt a szakmát, és akkor újra rálát az ember. Tehát nem tanultad hivatalosan a nem Nem, nem tanultam. Nem? Hanem, hanem ö, ott lenni a szakikkal, imádom, imádom. Jaminába ott, az nagyszerű érzés. Ott lenni velük, viccelődni velük, és aztán utána elmenni Miskolcra, és a babaházba, vagy a, vagy a revizorba játszani. Tehát, vagy próbálni egy darabot, és akkor az ember teljesen más plánokat vesz észre magán, hogy hoppá, olyasmi jut az eszébe, ami korábban nem. És jó lehet, hogy az azért van, mert annyira el tudtam szakadni egy kis időre, és majd újra vissza bele. Van egy rálátása az embernek. Én, én ezt tapasztaltam. És galambászat is van még? Most nincs éppen, mert valami elvitte nyest vagy macska, már három éve nincsen, és amíg, amíg ez az állapot nem szűnik meg. Milyen állapot? Hát a, az a veszélyhelyzet, hogy a galambakot valami baja lehet, addig, tehát azt le kell rendesen védeni, lehálózni a galampadlás területét, hogy oda illetéktelen ne tudjon behatolni. De amikor galambáztál, akkor mi? Akkor mi? A, az, az miből áll nálad? Volt, Én... ha, volt hány galamb mondjuk általában? 60. Ne csináld már, 60 galamb? 60. 60. mit csináltál 60 galamb? Röptettem őket. Mind a hatvanat? Igen. Akár egyszerre, vagy igen, egy igen, másodte. igen, igen, igen. Hatvan egyszerre röpült Miskolc egén? Nem vagy Miskolc egén, az, az, Békés Csaba. Békés Csaba egén. Hát ő Miskolcon színészházban lakom, ott, alambot nem tarthatok sajnos, igen. ha lehetne tartanék. Mert hogy te amúgy Békés Csabán laksz. Igen, mert ott hogy élek, a feleséged élek egyébként Békés Csaba. Így éjszába, van, az. és már ott élek 29 éve. É, és mi ebben a galamban? Ugye enni, én, én tehát nem vagyok tenyésztő, én galamtartó vagyok. É, a lényeg az ő repülése, hogy együtt falkába úgy repülnek ezek a magas szálló galambok, és mint ahogy kaleidoszkopot néznél, forgatod, és ugyanaz a, soha nem jön vissza az a kép, amit láttál. A galambok is soha ugyanabban a pozícióban nincsenek a falkába, és hát olyan magasra fölmennek, hogy alig látod, sőt el is tűnnek, úgynevezett tűnőbe kerülnek, és akkor órákig nem látja az ember, csak keresi a kék égen. És akkor nem félsz, hogy végleg eltűntek? Volt olyan. Volt olyan, hogy el, úgynevezett elmagasodás következett be, és átmentek Szolnok, Budapest, Debrecen fölé, és akkor azoktól a galamboktól elköszöntem. Uh -huh. Volt ilyen. És ha visszamegy, akkor megörülsz? Nem nagyon szok, ez nem posta Ez más. Ennek a tulajdonsága, ez másra van kitenyésztve, ez a galamb. Arra van kitenyésztve, hogy a háza fölött a saját városában elképesztő 2000-2500 méter magasságba fölmenjen, vagy még magasabbra. Tehát ahol már nem is látszik és ezek ilyen fehér galambok, tehát ahogy a nap rájuk és csodálatos, ahogy, ahogy, ott villognak a kék hégen. Most egy veszhető jó színházban vagy, ami a Miskolci, amelyik már jó ideje olyan. Mondtam, hogy a színész büféről sok mindent meg lehet tudni. De én amikor tavaly direkt négy napot voltam, hogy négy előadást nézhessek, és egyszer ott becsávítottak a színészbüfébe, hát hajnali háromig. És ez a régi klasszikus színészbüfé, ahol a büfés is ott van még. Tehát tudsz piát, sőt, ha nagyon úgy adódik, még akár valami meleg kaját is, mert egy Igen. ilyen egy tál étel van. És érdemes a büfésnek ott maradni, mert ott megy a világ megváltás, meg a dumálás, meg a kikészülés, meg a minden. Tehát az élet. Igen, hát nagyon fontos. A színházi büfé nagyon fontos, és hát igazából én, nekem Budapesten is ez volt a hiányérzetem, hogy előadás végén mindenki ment haza, és én megszoktam már addigra, a kilenc éves vidéki létemben, hogy együtt vagyunk egy kicsit még utána, ott elviccelünk egymással, Te levezetünk. Az az nem mindenki rohan haza, hanem érződik, hogy ti egy brancs vagy. Ha úgy tetszik, ha szépen mondom, egy csapat, tényleg. Igen, sokan vagyunk, akik nem miskolciak vagyunk, sok felül az országból, főleg Budapestről, és nem nagyon van hova hazamenni, csak a színészházba. Tehát akkor maradunk együtt. És ott a, te azt láttad, azt az együttlétet. És ez nem egy premier volt, Hanem tehát ez egy, egy tök egy hétköznapi előadás. Egy mezei volt, este volt. Egy teljesen mezei este volt. De hát ez gondolom tényleg nagyon fontos, nem? Igen, ez, ez kell hozzá, én azt az, az gondolom, meg ez a tapasztalás, hogy, hogy azokkal az emberekkel, akikkel nagyon kemény munkában veszünk részt, tényleg egymás, egymás test közelében, csatakosan, ha kell elviseljük egymást, nagyon fontos, ö, ö, toleráljuk a másikat, ö, és ö, még akkor is a, természetesen egy színházban össze lehet veszni, mindent, vitatkozni, mindent lehet, ha az a munka érdekében és az eredményesség érdekében történik. Egy csomó egyéniség van ott, szubjektum, aki ugye követeli magának a vélt vagy valós helyét, ezeket meg kell vívni, de hát ugye a színház vezetése arra van, hogy, hogy, hogy ő, ő, ő adjon arcot, fazont egy társulatnak, egy színháznak, és ezt úgy látom, hogy Miskolcon megvan. És ettől működik a társulat is, a közönség imádja, látogatja, tehát minden optimális, nem tudom, hogy a jövő mit hoz, mert jönnek a fellegek, ugye, ugye a pénztelenség az, 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 az nagyon szomorú. Hát igen, most gyűjtést is indítottam a Miskolci Színház igen, ősszel, igen. hogy egyáltalán valamelyik. Igen, a, a, a fűtés és villanyszámlában. Miközben most van a 200. évfordulója igen. a színház. A Miskolc az első kőszínház. Magyar kőszínház igen. Az És országban. készülünk, is a Tatárok című előadás próbái majd nem soká indulnak Miskolccel, mert 200 évvel ezelőtt azzal a darabbal kezdett a színház most. őszen dolgoznak rajta, a szőcsartok fogja rendezni, hogy jó kis darab legyen belőle, mert nyilván hozzá kell nyúlni. Az előbb beszéltünk, hogy hogy jön elő az emberből a vadállat. Én amikor tavaly voltam, akkor láttalak a Pinter Hazatérés című apjaként. Az nem az a típus, aki kést vág valakibe, bár majdnem. Tehát egy egész családot tart, ő a családi diktátor, nem? Tehát a, egy egész családot tart, tart sakban, de láttalak például a, a revizor járásbírójaként, az is egy vadállat, csak <laughs> szereti, csak, csak áll, tehát ő a képmutató vadállat, tehát szereti magára azt mutatni, hogy ő a jó ember. Hát, Természetesen, persze, tehát ez, ez, ezek, ezek ilyen arhetipusok, valahol ezek a bohócok, ez a clown, akár a Pinter darabban, ez az apa, ugye ez a nagy élethazugság mestere ő ami a gyerekeire és a környezetére rányomta a bélyegét, de kiderül, hogy ő ezt már az ő apjától és nagyapjától hurcolja és tanulta meg. Ez a hentes ember, aki ugye már most fizikailag nincs abban az állapotban, mint a gyerekei akár, de azért még, -még ő fölveszi a boxkesztyűt és vív velük, és még, még be akarja bizonyítani, hogy ő még férfi, és hogy ő neki még vannak karmai és hegyes, éles foga. De hát azért, azért, azért az, az élet az elmúlik és túl megy rajta. Uh -huh. És a járásbíró? A, a, járásbíró ugye azt én egy ö, nagy töméssel játszom. És ugye egy vadász ember, aki ugye... A nagy tömés az azt jelenti, hogy jó kövér. Jó vagy. kövérre van véve, igen, és hát ugye ez egy... Ez egy politikusokról szóló, egy ö, orosz kisváros, Gogol tükrében. teljesen áthallásosan orosz hát, az a, a kisváros, hát tehát hogy, inkább hogy magyar mi az mi, a város, mi, mi minden történik ott, ugye, hát és hát ott is szeretnek vadászni, itt is szeretnek vadászni. A mi előadásunk az így indul, hogy mindenki vadászik, csak a polgármester nem, és kiderül, hogy mi, hát, miért nem jössz velünk, miért, hát azért, mert revizor jön és baj van. Tehát így indul a mi előadásunk. És hát igen, ott, ott mindenki hiszi, tudva-tudván azt, hogy ő amit csinál, az, 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 az bűn, de mégis hiszi, és olyan, olyan ö, igazságérzettel felvértezve teszi mindezt, hogy mi az, hogy én nem fogadok el semmiféle hálapénzt. Nálam hálapénz igaz, és van, de hogy van? Agárkutyába, meg be, van, de nem pénzbe. Na de hát nem veszed észre, hogy az ugyanaz? Mégiscsak korumpálódva vagy? Van most neked egy szereped, én bevalami én nem láttam azt a filmet, de sokan vitatják a blokád te játszott Gönc Árpádod benne. Ö, olvasni sok mindent olvastam a dologról, és olyat is, hogy direkt hülyére van véve Gönc Árpád. Igaz ez? Vagy, vagy, mit gondolsz erről? Ugye azt is mondják, hogy hát azért ez egy kurzusfilm. Hogy mondjam, ugye volt, ezt megelőzte egy másik film, ami a, ugye a Gyurcsányról szól, ez, ez messze, nem az, messze nem olyan. Ennek van története, rendes, követhető, hiteles, természetesen vannak benne elképzel dolgok is, mert ugye, hogy haladni kell, a két óra hosszába bele kell férni. Ami öncárpádot illeti, volt szerencsém találkozni vele? Amit én kifigyeltem. nem, még mi, mikor találkoztál? Például a Kő a Kövön színdarab drámájának a bemutatóján, a Karmelita udvarban, ami a Várszínházak akkori stúdiószínháza volt, a Nemzeti Színház stúdiószínháza. <kül> És abban te játszottál? Nem, a sógornőm nem játszott, és hát Bánsá és azt néztem, és ott volt Gönc uh -huh. Meg más ilyen, ilyen, ilyen találkozókon, ahol lekezeltem, és én ezt nagyon ismertem, hogy Árpi bácsi. Ő neki ez nagyon fontos volt. Én nem hiszem, hogy ezt én túlzottan játszanám, ezt a részét. Ő neki nagyon fontos volt, hogy őt szeresse mindenki. Erre, er, er, nem is a ahi... szerették is. És szerették enged. is, valóban. É, nagyon sokan, meg, meg ugye főleg, ahogy a történelem kereke fordul, és előjönnek olyanok, akik például nem szerették, azok azt mondják, hogy még olyanabb is volt talán a Gönc Árpád, mint amit te csináltál. Tehát én, én ezekkel nem, nem is foglalkozom, megmondom őszintén. Én azt tudom, hogy hittel és, és őszintén játszottam ezt a fajta, mindenképpen dramaturgiailag is Antal József mellett ő bocsánatot kérek, egy bohóc volt. De az az Antalnak a kimértsége, az, az, a, a, a nagyon konkrét szűkszavúsága mellett ő egy bő, bővebb beszédű, viccelődősebb ember volt, mint Antal József. És Tehát, talán humanistább, nem? E, Tehát ezt, ezt már sugárzott at... belőle a a humánum, és igen, az Antal, meg hát egy nagyon kimért, sok tekintetben száraz ember. Száraz, nem? akinek szintén megvolt azért a maga humora, csak teljesen máshonnan, másfajta humora volt az Antal Józsefnek. Egy, egy nagyon intellektuális, nem egy kommersz humora volt. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Göncz kommersz humora volt. Nem. Árpi ez volt a, az egyik legnagyobb ismérve, amellett, hogy nagy humanista volt, és hát azért a történelem folyamán őt sok minden igazolta, sok minden viszont nem igazolta. Ezt csak nézzünk őszintén utána a dolgoknak, és, és ebben a filmben én, én, ennek a, én ezt kerestem, hogy szerethető legyen, de mégis megmutatni azt, hogy ő, 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 ő neki mi volt a gyengéje. De ez volt a Ez volt a gyengéje, hogy ő azt akarta, hogy mindenki szeresse. Azt akarta, hogy például... Lehet, hogy ez a személyiségéből De biztosan, de hát csak is abból fakadt. És hát ugye a blokád alatti viselkedését sokan vitatják, hogy az hogy történt, mint történt. Te nem láttad a filmet, ennek a hitelessége vagy a hiteltelensége nem az én dolgom eldönteni, hiszen én kaptam egy drámai anyagot, és én színész vagyok, és nekem az kutya kötelességem elvállalni. É, de olyan dolog nem történt benne, ami az én ízlésemet vagy az én akkori tudásomat megkérdőjelezte volna, hogy ezt nem, nem lenne szabad csinálni. Tehát ilyet én erről nem tudtam a forgatókönyv kapcsán, hogy az, hogy az nem fér bele, vagy az nem úgy volt, vagy vagy nem. Azt tudom, hogy nagy telefonviták volt a Kantallal, az benne is van a filmben, és javarészt a forgatókönyv az ő visszaemlékezései alapján készült. A Köbli Norbert az ő könyvéből is írta a blokád című filmet. Tehát abban benne van az ő visszaemlékezése, az ő véleménye, az akkori SZDSZ, ugye ő már akkor ugye mint köztársasági elnök nem volt, ugye nem regnált semmiféle beosztása nem volt az SZDSZ-nél, de hát azért ott, ott, azért ott álltak a háta mögött. Azért a, az Iván az járt hozzá. Benne is van a filmben egyébként. Ha jól észlelem, hogy te most alapvetően rendben vagy. Tehát, hogy, hogy szereted a színházadat, kapsz szerepeket, magánéleted is. Nyugdíjas okay. lettem, nyugdíjas lettem fél éve, ugyanúgy dolgozom tovább, igen, igen. Hát tulajdonképpen az ember azért ne legyen sose elégedett magával, de én e, hálás vagyok a sorsnak, hogy azért ennyi mindent adott nekem, még ha sok mindent késve is, de egyáltalán nem biztos, hogy késve, például a forgatásokra, a filmekre gondolok, ahhoz is meg kell érni. És én ezt tudom, tehát nincs ezzel semmi baj. Tehát nem vagyok ö, ö, kielégülve ilyen szempontból, de ö, jó, jó, jó érzést tölt el, hogy azért ez, ezek a dolgok velem megtörténtek. És ez boldoggá tesz. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Köszönöm a meghívást. És önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. Gáspár Tibor volt a, voltak a fél vendége. Viszontlátásra.